Cserpalkovics András a közösségi oldalon jelentette be, hogy a gáz és a villanyszámla összegéhez való hozzájárulást lehet igényelni oly módon, hogy az önkormányzata szolgáltatónak fogja átutalni az összeget, tehát a jogosultak természetbeni juttatást kapnak. A tűzifa beszerzéséhez egyszeri, nagyobb összegű támogatást lehet igényelni, amelyet az önkormányzat fog átutalni az arra jogosultaknak. A jogosultak körét szociális alapon határozzák meg. Cél, hogy az egyedül élő alacsony jövedelműeket, valamint a gyermeküket vagy gyermekeiket egyedül nevelőket segítsék. A támogatást csak azok vehetik igénybe, akik nem tudnak a kormányzat által meghatározott fogyasztási keretekbe beférni, és jövedelmük nem teszi lehetővé az átlag feletti fogyasztás kifizetését. A polgármester Facebook posztjában rámutat, hogy a támogatási program részleteinek kidolgozása folyamatban van. A pontos feltételekről és az igényelhető összegekről várhatóan az augusztusi közgyűlésnek kell majd döntenie.